A Bajai KSE egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte az idényt, így most a pozitív mérleg elérése volt a cél. Jobban kezdte az összecsapást a Holler, a vendégek Reichert átlövéseivel 1-2 góllal vezetni tudtak. A KSE a játékrész közepén 5+1-es védekezésre váltott, ami megzavarta a földváriakat. A hazaiak előbb egyenlítettek, majd a szünetre már 3 gólos előnnyel mehettek a bajaiak. A második játékrész elején tovább növelte előnyét Gál Géza együttese, a vendégek részéről csak kisebb fellángolásokra futotta. Az utolsó percekben igazi örömkézi labdát játszva a KSE végül 38-28-ra nyerte az összecsapást. Volt egy magas átlövőjük, aki azért megszórt minket, és erre ki kellett jönnünk. Úgy próbáltam helyezkedni, hogy az irányító és a bal átlövő környékén ők voltak veszélyesek. Szerencsére a bal átlövő ezáltal nem kapott annyi lehetőséget, így a védekezésünket összeszedtük, és akkor hát a támadás az pedig jött. Sikerült sokszor leindításból gólt lőnünk, ezáltal könnyű gólokat értünk el, és a fél időig meg is léptünk, és azt a másik félidőben is ugyanúgy tudtuk tartani. A nyáron több alapember is távozott a bajai csapattól, többek között az első számú kapus Milan Kukić. Helyére Szegedről igazolták Stavry Gergőt, aki ezen az összecsapáson is igazolta, hogy lehet rá számítani a jövőben. Hála az égnek van két nagyon magas hármas védőm, így a védelem kezd összeállni, és tudtunk futni már. Van egy jó futós játékunk, amit az edzőnk, a Géza már úgy tudom, 1-2 éve szeretne erőltetni, de most vannak meg hozzá játékosok. 21 éves vagyok, ugye, és már nem is számítok szinte fiatalnak a csapatba, szóval az nagyon pozitív nekem, hogy egy olyan csapatba játszok, ahol lehet futni, és tudunk is sok gólt szerezni lerolnásokból. Az első 10 percet leszámítva a bajaiak végig kézben tartották a mérkőzést, és fizikailag is felülmúlták az ellenfelüket. Igen, azért ez már férfiasabb munka volt, mint a múlt heti Kiskolos ellen. Ott sokkal jobban olajozottabban ment a támadás védekezés, mint itt. Kicsit szenvedtünk, de aztán azt gondolom, hogy elfáradt az ellenfél, és utána végig szaladtunk rajtuk. 3 fordulót követően a bajai KSE 2 győzelemmel és 1 vereséggel a tabella 4. helyéről várja a folytatást. Azt a folytatást, ami nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a mieink vasárnap a jó erőből álló Mecsek Nádasd otthonában vendégeskednek.